Október 6-ára az aradi vértanú kivégzésének évfordulójára emlékeztek az összegyűltek. A tolnai szokásoknak megfelelően ezen az ünnepen nem a hivatalos politikai képviselők tartanak meg emlékező beszédeket, hanem a városi közélet egy hiteles személyisége emlékezik meg a 48-as forradalom elbukására, a világosi fegyverletételt követő, az osztrák uralkodóház bosszúvágyától vezérelt megtorlásokra. Ezúttal Novotné Bán Erzsébet, a Szent István Katolikus Gimnázium igazgatója megemlékezésében rajzolta meg a hajnaúj rémtettek hátterét. Amikor 1848 őszére számukra kedvezően alakult a helyzet, Ferdinánd feloszlatta a magyar országgyűlést, és az osztrákok kihirdették Magyarországon, hogy aki magyar oldalon harcol továbbra is, az fegyveres lázadást követel. A bécsi udvar politikájában december 2-án látványos fordulat történt. Lemondatták Ferdinándot, és a 18 éves Ferenc József ült a trónra. Ő már nem követte el azt a hibát, amit elődje, vagyis nem tett esküt a magyar alkotmányra. Ezért a Magyar Országgyűlés vissza is utasítja Ferenc József trónra lépését. Igazából még csak ekkor kezdődik az igazi küzdelem, a szabadságharc a Magyarországra betörő osztrák csapatokkal szemben. 49 tavaszára a honvédsereg kiszorította az osztrákokat az országból, akik ekkor Első Miklóshoz, minden oroszok cárjához fordultak segítségül. A 300 ezres orosz haderő megjelenése pedig a forradalom végső elbukását eredményezte. Görgei egyfajta üzenetként nem az osztrákok, hanem az oroszok előtt tette le a fegyvert. Ezt adolta meg véresen Ferenc József és megtorlásának véghezvívője, az osztrákok által sem közkedvelt hajnaú volt. Ez a fegyverletétel tehát az osztrákok arculcsapása volt. Jakob von Hajnaú, a Magyarországra betörő császári sereg főparancsnoka, már júliusban megfogalmazta, mit fog tenni remélt győzelme után. A lázadó vezéreket fel fogom köttetni, és minden császári királyi tisztet, aki a forradalmárok szolgálatába állt, agyon fogok lövetni. Gyökerestől írtom ki a gazt. Hajnaú ekkor 63 éves, akiről saját tábornokai is úgy vélekedtek, hogy a legjobb volna nyugalomba helyezni. Hiába akart kegyelmet még a győztes oroszok cárja is, Ferenc József hajthatatlan volt. A kegyelem jó dolog, de előbb egy kicsit akasztunk. Az ítélet, 4 fő, Dezsőfi Arisztid, Kis Ernő, Lázár Vilmos, Svedl József részére lőpor és golyó általi halál, ami az enyhébb büntetést jelentette. 9 tábornokot, Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Knézics Károlyt, Láner Györgyöt, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Török Ignácot, Vécsei Károlyt, kötél általi halálra ítéltek, ami önmagában is megalázó, becsületvesztő büntetési mód, amit csak köztörvényes bűnözőkkel szemben alkalmaztak. Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 Aradon fogva tartott tiszt kivégzését Hajnaú szándékosan október 6-ára a bécsi forradalom és Latour hadügyminiszter meggyilkolásának évfordulójára időzítette, amivel egyértelművé tette, hogy az eljárások célja a bosszú és nem az igazságszolgáltatás volt. Az Aradon kivégzett tábornokok mellett körülbelül 130-an vértanúk lettek, mert egy polgári alkotmányos Magyarország megszületését és megőrzését szolgálták. Rájuk emlékeznek szerte az országban, így Tolnán is.